Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás november 13-áig. Ha te egy hölgy vagy, akkor őrizd meg a nyugalmadat. Ne vess kicsit, figyelj az eseményeket, de ne tégy semmit. Légy inkább türelmes. Itt látod a lelki társadat, kinyitja ezt az ajtót, ott van a publikum, mindenki tapsol neki, megkapja az elismerést, és pontosan ez az ő elvárása. Nem csak másoktól várja ezt ő el, hanem azt is figyeli, vagy azt szeretné, ha te dicsérgetnéd őt. Te légy inkább visszahúzódó. Készíts itt egy képet, vagy olvas egy könyvet, foglald el magad. Nem kell, hogy ő álljon most itt a középpontban. Hiszen az a fontos, hogy ő észrevegye a kincseket, ami jelenti a te értékeidet is, vagy a te belső értékedet. Most nem az kell, hogy te dicsérd őt, hanem fordítva, hogy ő dicsérjen téged. Légy még kicsit türelmes, biztos lehetsz abban, hogy kopogtat az ajtódon. És itt van jövő, van egy elképzelés, egy szép, harmonikus családi kapcsolat. Ő kihívások előtt áll. Itt még van nála egy kis húzavona. Tegyem, vagy ne tegyem, kinyissam ezzel a kulccsal ezt az ajtót, igen vagy sem. Ez utal az ő nyitottságára, vagy utal az ő zárkózottságára. Nem tudja azt, hogy mit kellene tennie. Azon kívül előfordulhat az is, hogy a háttérben megjelenik egy vagy két hölgy, az lehet az anyukája is, aki beleavatkozik az ő dolgaiba. De itt meg lesz a tisztító hatás, előre mennek, folyamodnak az események, itt lesz egy irány, hiszen ez a torony megvilágít egy új kezdetet, egy új irányt. Itt is látható, hogy keresi az útját, keresi a kapcsolatot veled. Itt látható, hogy vannak nála szép gyermekkori emlékek. És ez nem az anyukája, hanem a nagymamája. És mivel megvan nála ez a szép emlék, ilyen romantikus gondolatok, ez kihat a párkapcsolatra is, ahol itt lesz egy új irány, egy új kezdet, a kezében van a kulcs, és kinyitja ezt az ajtót. Nem kell, hogy te tégy valamit ennek érdekében. Az a fontos, hogy észrevedd azt, amikor ő közeledik. Itt van az ajándék, a gyermek utal egy új kezdetre, sőt, itt lesz egy meghívás. Akkor is, ha vannak még korlátozások, ő találkozni akar veled. Ne ez a szomorúság kísérjen el tőled, és várakozz, amíg jelentkezik, és olyan szomorúnak tűnsz itt a képen, hanem tégy lépéseket, figyeld az eseményeket, figyeld az, hogy ő mit tesz, milyen tervei vannak, de ne mutasd ezt ki. Neki nem kell ezt látnia, hogy te figyeled őt. Itt nincs hamisság, hanem csupán arról van szó, hogy figyelj oda bizonyos dolgokra. Ő esküdni fog valamire, hihetsz a szavában. Ez a kép utalhat spirituális dolgokra is. És itt megjelensz, mint egy királynő, kimutatod a bátorságodat, a lelkesedésedet, a szenvedélyeket, és búcsúzz el ettől a szomorúságtól, hiszen ő észreveszi a te belső értékeidet, itt kopogtat az ajtódon, itt lesz egy új irány, egy új kezdet, ez nagyon mesebeli lesz, és pontosan ez itt, ez a tisztító erő, hiszen nála lesznek változások, különösen ami az érzelmeit illeti. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!